Ebédidő a Baromfi udvarban, a bérbaltavári Derdák portán. Vas megy egyik legszegényebb, közel 500 lelkes falujában a lakosság háromnegyede cigány származású. Derdákék immár 34 éve laknak ebben a vályokházban. A három gyermekes család minden jó szándékú segítségnek örül, ezért csatlakoztak a Szép Otthon programhoz. Nagyon örültem neki, mikor felkerestek ezzel, hogy van ez a lehetőség, és egyszerre igent mondtunk, mert nagyon sok segítséget nyújtanak nekünk, ami hasznos. És örülünk is neki, hogy az ugye ebbe a programba mi is belekerülhettünk. Kaptunk nagyon sok festéket, udvarba való szerszámot, kertészkedni tudtunk, és ugye a festék is a házba azért az nagyon jó volt, nagyon jól jött. A segítségnyújtás mellett fontos megemlíteni azt is, hogy a sanyarú sorsú családokat nem kiszolgálják, hanem az adományok révén arra ösztönzik őket, hogy életük jobbítása érdekében maguk is bekapcsolódjanak a munkákba. A Caritasnak a vezetője, Tuceini Régvári Marietta gondolt arra, hogy Vas megyének itt a legelhagyatottabb településein, a Vasi Hegyháton, ugye sajnos Vas megyének ez a legszegényebb része, ezt tudjuk a különféle felmérésekből, és hogy ezen az elmaradott részen, vidéken segítsenek az embereken, de olyan segítség, hogy nem csak mi adunk, hanem az ő kreativitásukra, az ő munkájukra is szükség van, és úgy gondolom, hogy ez nagyon üdvözlendő ez a program, hiszen a Szép Otthon program keretében az emberekhez nem kőműves van vive, hogy bevakolja a házát meg festő, hogy szépen kifesse, hanem meg vannak véve a különféle vakolóanyagok, meg amik szükségesek a házaknak a rendbetételéhez, és akkor ezeket biztosítja a Caritas, felmérik a rászorultsági alapon, és mindegy, hogy roma család, vagy szegény magyar család, különbséget nem tesz a Caritas közöttük, és akkor szépen adják nekik ezeket a különféle anyagokat, és ők meg nekiállnak, és a házaikat szépítik. A hátrányos helyzetű családok életkörülményeinek javítását szolgáló program alapgondolata az Egri Egyházmegyében fogalmazódott meg először. Az Egri Egyházmegyei Caritas igazgatója, Árvai Feri atya 2 éven keresztül az Egri Egyházmegyében nagyon hátrányos helyzetű településeken ezt a programot már hát úgynevezett tesztprogrammá kifejlesztette, hogy mégis hogyan lehetne ezeket a nagyon rossz állapotú családoknak, a nagyon rossz állapotú házakat egy kicsit felújítani a családok segítésével, a családok támogatásával. És jól sikerült a 2 év, és így a Katolikus Caritas beadott egy támogatási kérelmet az EMI-be. 2 évre most megkapták, és a Szombati Egyházmegyei Caritas 2 éven keresztül már csinálja ezt a programot. Rajtunk keresztül még az országban 6-7 egyházmegye vállalta, hogy településeken 10-10 családot felkér, hogy a programba vegyenek részt, és nekik a Caritason keresztül, az EMI-n keresztül tudjuk a támogatásokat nyújtani. Az elmúlt évben Csákány Doroszlóban volt 10 családunk, őket főtisztelendő Orsós Zoltán atya koordinálta. Ezt úgy kell érteni, hogy naponta, hetente járt a családokhoz, és a legelső lépésektől fogva figyelte, segítette az ő munkájukat. Valamint itt Bérbaltaváron is elindítottuk, és Bobis Istvánné Annuska volt a programnak a vezetője. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tavasszal indul a program, és Katolikus Caritas megvásárolja a legkezdetibb szerszámokat, mármint a lakásokhoz, a kitisztításához a felszereléseket, valamint a kertisztításához az anyagokat, és utána folyamatosan figyeli és adminisztrálja, hogy ezek a dolgok hogy történnek. Valamint minden egyház megye kap 400 és 500 ezer forint értékben olyan anyagokat, amit aztán a kitisztított lakásoknak a felújítására tudnak fordítani. Hoztam neked festéket a kerítésre, aztán a többi festéket meg majd szépen elhozzuk délután, amikor a Szintiáik is itt hozzanak, meg ecsetet, meg mit.
Nem csak a program vezetője, hanem kommunikációs csatorna, egyfajta híd, azaz közvetítő szerepet tölt be az önkormányzat és a lakosság között Bóbics Istvánné, a bérbaltaváriak Annuskája, akit minden házban szívesen fogadnak. Elsősorban kiválasztottunk 10 családot, a jobban inkább, ahol gyerekesek vannak, több gyerekkel vannak, a rászorultabbakat, és elég hátrányos helyzetben élnek. Őket jobban inkább előnyben részesítettük, hogy először az udvarjukat tegyék rendbe, oda hozattunk nekik, vagyis hát kaptunk nekik kapát, gerebjét, ásót, lapátot. Második körben beljebb jutottunk a lakóházba, a lakóépületbe, oda kaptunk nekik festékeket, hengert, akkor glettanyagot, tisztítószereket, felmosóvödröt, parfist, seprűt, hogy saját maguk szépen rendbe tudják tenni az épületet. Helyi Caritas munkatársak azok, akik segítenek összegyűjteni a rászoruló családokat, és Bérbaltaváron nekünk egy különleges Caritasunk van, Cigány Caritas, hiszen elég nagy számban vannak cigány testvérek a településen, és akkor ők közülük, meg hát na, nem teljesen cigány Caritas, de magyar testvérek, cigány testvérek együtt vannak a Caritasban, és nagyon szépen működnek ebbe a Szép Otthon programba is, de a házakat nem csak kívülről meg belülről teszik rendbe, hanem a házak környékét is. Elindult a vetőmag program is, már több éven keresztül segítenek rendbe tenni az udvarokat, a telkeket, és akkor megkapják a vetőmagot a rászorulók, és szépen akkor elültetik, elvetik különféle növényeket, és ősszel meg nyáron megvan azoknak a begyűjtése, beszüretelése. Magdi néni elmondása szerint rengeteget köszönhet a szombathelyi egyházmegyei Caritasnak. A különféle adományok révén még komfortosabban élhet családjával, és még az udvari kerti teendők is könnyebben elláthatók. Most a központi fűtést csinálták meg, úgyhogy ott újra festeni kell mindent, már idáig csak kályhával tüzeltünk, és újra van minden. Nagyon jó, mert tisztább is, meg azért kicsi babának is, gyerekeknek is jobb, meg nekem is. Nem kell tüzet raknom, fiatalok raknak. Nagyon sok mindenben segítettek. Bár előbb találtam volna meg ezt a csoportot, nagyon örültem volna neki. Nagyon. Nagyon sokat segítenek. Mert főleg Anuska, úgyhogy most is elvoltam velük valami paphoz, ott is nagyon jól éreztem magam, mert különben úgy egyedül vagyok, hogy nem lányok gyerekeimhez sem megyek, úgy el vagyok. Bogdán Gyulánéhoz hasonlóan Alberték is csatlakoztak a programhoz, akik kétkezük munkájával teremtették újjá a pár évvel ezelőtt vásárolt leromlott állagú házukat. Itt az egészet újraépítettük, mint régi kövezet volt, ott sima beton volt. Az egészet felszedtük, lebetonoztuk, egy 10 centi vastag betonval le van szigetelve, járólapot is mi saját kezünkkel raktuk le férjemmel, akkor falakat is kicseréltük. Mondjuk ott az ablakot nem, de az ajtókat mindenhol ki kellett cserélni, sőt, még ugyanígy itt az előszobában is. Itt is régi ilyen hajópadló volt. Na, hajópadlót is kicseréltük, felraktuk, ezt alatt elő van betonozva. Itt is az ablakcsere. Na, ez a festék már Caritas által kapott festékanyagból van. Kicsit beszíneztem, így lett kicsit színesebb a szoba. A ház körüli feladatok ellátásáról főleg Judit gondoskodik, mivel férje Elemér zenész, folyamatosan járja a világot, de ha teheti, szabadidejében hangszerkészítéssel is foglalkozik. Ez juhor, juharfa, meg fenyő a tetejét. A család a Balaton partjáról tért haza akkor, amikor a svájci frank alapú devizahitelrendszer bedőlésekor ők is elvesztették a házukat. Most már 3 éve vagyunk itt. Miért lettünk bérbaltavári lakosok? Mi azok is voltunk, csak elköltöztünk 10 évvel ezelőtt Keszthelyre, visszajöttünk szülőfalunkba, és akkor itt vettünk egy kis olcsó házat, és azt próbáljuk még a mai napig is felújítani. Először is kapcsolatban hogyan kerültünk,
jött a kis Annuska, ő látta, hogy nemrég költöztünk ide, és ő általa sikerült így bekerülnünk, de viszont a felújítást mi már akkor elkezdtük. És akkor ő mondta, hogy tudnak nekünk adni pucolóanyagot, száraz betont, betongerendát, festéket, na és akkor így ezt teljesen fel is használtuk. A ház belülről mára teljesen megújult, a következő lépés a tetőszerkezet megújítása lesz. Ez pedig már a nyári házaspár otthona. Szerény körülmények között élnek, másfél évi németországi kintartózkodás után tértek haza Bérbaltavárra, ahol Lászlót súlyos betegség érte, aminek következtében minden feladat Gabi nyakába szakadt. Két éve lakom itt Baltaváron, sajnos azóta egy év elteltével, hogy a párom lerokkant, vagy infarktust kapott, és ugye nem volt fél évig semmiféle jövedelmünk, mert nekem ott kellett hagynom az állásomat, ugye a páromat gondozni. Fél évig 20 000 forintból éltünk, úgyhogy az idő alatt teljesen tönkrementünk anyagilag. Meg hát ugye itt van ez a félkész házunk, ebbe próbálom most a villanyt visszaszerezni, a vizet visszaszerezni, és a Caritasnak köszönhetően ugye most már le tudtam getteni a lakást, most már ki tudom festeni majd, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nekik a támogatást meg a segítséget, mert egyedül nem tudtam volna megcsinálni. A festéshez szükséges anyagokat szintén a Szép Otthon program keretében biztosítja a Caritas nyáriék számára, akiknek ezzel próbálnak javítani életkörülményeiken. A kapocs itt is Annuska volt, akinek rendkívül hálásak a helyiek. Szeretek velük együttműködni, mert látom rajtuk, hogy igénylik a segítséget, és nagyon hálásak is így ezért, mert örülnek annak, hogy segítünk nekik, és büszkék magukra, hogy ők ezt saját maguktól, a saját kétkezi munkájukkal meg tudják csinálni. Bár az utóbbi években javultak az itteniek munkalehetőségei, még így is sokan vannak, akik alkalmi vagy közmunkából élnek. Volt egy időszak, hogy nagyon nehéz volt a munkalehetőség nekik, mert ugye innen, hogyha elmenjen valaki egy normális munkahelyre, ugye oda a bérlet is nagyon magas összegben állt. Ilyen, most például Szombathelyre, ha valaki el akart menni, ottan 32 000 fontos bérletet kellett neki megvenni. Ugye most azt, ha nincs jövedelmed, nem tudod megvenni. Most már eljutottunk arra a szintre, hogy a fiatalságnak a nagy része, ők már jobban inkább el tudtak helyezkedni, mert lett olyan lehetőség is, hogy kis mikrobuszok jönnek értük, és akkor ugye a cég által szállítják hozzák, viszik őket, és így most már elmondhatom a két évben, hogy körülbelül 65%-a van normális munkahelyük. A segítséget nem mindenhol fogadják vonakodás vagy ellenérzés nélkül. Bérbaltavár szerencsére nem ezek a települések közé tartozik. A falubeliek készséggel fogadják a jószolgálati szervezet adományait. Én úgy veszem észre a falun, hogy nagyon jól megy, együttműködnek velünk. Még lenne, ahová lehetne menni. Ugye nálunk is meg van határozva, hogy egy évben csak 10 család, az idén már 20-nál járunk, úgyhogy tavaly támogattunk 10-et, az idén már még 10-et. Hát bízunk benne, hogy jövőre is lesz még ilyen lehetőség, mert igényük van azért rá. A Szombathelyi Egyházmegyei Caritas már most sikertörténetként könyveli el a kezdeményezést, amelynek látható jelei mutatkoznak a programhoz csatlakozó településeken. A két év Bérbaltaváron elég szép eredményeket hozott. Azt tudjuk, hogy ezekre a házakra, ezek a felújítások, amit a Caritas tudott nyújtani, elenyésző és nagyon kicsi. Tehát ide több millió forint kellene egy-egy lakásnak, egy-egy háznak a felújítására, külső felújítás, vakolás, tatarozás, a tetőknek, a kéményeknek a rendben hozatala. Hát erre jelen pillanatban ez a pályázat nem adott lehetőséget, viszont fáradozik a katolikus Caritas azon, hogy a nehéz helyzetben élő családoknak a lakására még több pénzt tudjunk fordítani. A katolikus egyház egyik legfontosabb küldetése a szegény sorsúak felkarolása és megsegítése, ami egyben elősegíti az elmaradott települések felzárkóztatását is.
Örülnek nagyon ennek a támogatásnak, meg hát annak is, hogy a Caritas, meg hát a Katolikus Egyház nem feledkezik meg róluk, és gondol minden emberre, különösen is, hogy ami az egyháznak a küldetése, a szegények, az elesetteknek a pártfogása, meg a segítése, tehát örömmel veszik, köszönettel fogadják, és amennyire, hát mindenkitől amennyire telik, de megpróbálják ezt szépen az életükbe bele tenni, hogy az egyházzal együttműködve, Caritasszal együttműködve, de az ő javukat szolgálva ebbe a programba részt venni. A szombathelyi egyházmegyei Caritas a határon túli magyar-osztrák kapcsolatok révén és Hirsli József plébánosnak köszönhetően Ilmicből kapott kiváló minőségű használt ruhákat, ágyneműket, bútorokat, amelyeket szintén a bérbaltaváriak között osztanak szét szükség szerint.